Készülnek a fotók a Városházán. Itt adta át ugyanis dr. Dézsi Csaba András azt a megbízatást Patkás Tamás paraúszónak, melyben felkérte, képviselje a város egészségkárosult sportolóit a tokiói nyári olimpiai játékokig. Patkás Tamás egy ikon Győrben, hiszen olyan teljesítményeket tesz a úszás terén, amit olyan emberek is, akik teljesen épp adottságokkal rendelkeznek, azoknak is a becsületére válna. Tehát tudjuk azt, hogy ő parasportoló, és egy olyan parasportoló, aki emberfeletti teljesítményekre képes. Ezért felkértem, hogy Győr városát képviselje, és mint parasport nagykövet járjon el a nevünkben azokon a helyszíneken, ahol ezek meg kell tenni. És fontos, hogy Győr városát egy olyan ember képviselje, aki mögött nagyon komoly teljesítmény áll. Patkás Tamás, ismertebb nevén Rocky, egy vonatbalesetben vesztette el lábait, de azóta küldetésének érzi, hogy megmutassa, sérülten is lehet sportos, boldog életet élni. A parasportoló rendkívül aktív, több merész vállalkozása is volt az elmúlt években, augusztusban épp a Boszporuszt úszta át. A mostani felkérés természetesen örömteli volt számára is. Nagy megtiszteltetés mindenek előtt, és hát szeretném ezt a úgymond felkérést és kinevezést olyan célokra, olyan nemes dolgokra fordítani, ami a sérült embereket, sportolókat egy picit segíti hozzá segíti ahhoz a dolgokhoz, akár a mindennapjaikban, akár egy versenyekre való felkészülésre, vagy valami, amiben tudunk ugye segíteni. A segítségnyújtást nem csupán gyakorlatban valósítaná meg az újdonsült nagykövet, saját példáján keresztül adna erőt azoknak a parasportolóknak, akik jelenleg még a háttérben vannak. Sokan vannak úgy, akik nincsenek a felszínen, tehát egy picikét úgy háttérben vannak, és akár az ő felkutatásuk, vagy az ilyen rétű, nem tudom, szolgálata, ez is hozzájárulna, és hát tulajdonképpen akik pedig aktívan sportolnak, őnekik is biztos, hogy ez nagy segítség lehet, hogyha ezt jó helyre jutatjuk el. Győr parasport nagykövete híradónak elmondta, nem csak a sportdiplomáciában, sportolói pályafutásában is új fejezetek nyíltak, hiszen ahogy ő fogalmazott, most kezd el megtanulni úszni. Edzőjével Lajos Istvánnal ugyanis medencében normál körülmények között edz már egy ideje. Patkás Tamás arról is beszámolt, az Aquasport központba sikerült egy mozgássérülteket segítő beemelő szerkezetet telepíteni.